Az emberek legjobb barátai már ősidők óta velünk vannak, és milyen jól teszik. Nap mint nap rengeteg boldogságot és néha egy kis fejfájást okoznak minden kutyásnak, ami szerintem egy olyan alkú, amiben mindenki belemenne. Még azok mindennapjainak is a részévé váltak a kutyák, akik igazából nem szeretik őket, hiszen az életünk rengeteg területén segítenek ki minket. Elég, ha csak a rendőr, a vakvezető vagy éppen az életmentő kutyákra gondolunk. De azt meg tudod tippelni, mégis mikor kezdődött igazából a farkasok háziasításával kialakított barátság? A videóban ezt is elárulom. Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10 érdekességet a kutyákról, amit eddig talán nem tudtatok. A kutyák időérzéke, mint sok más állaté is, sokban különbözik az emberekétől. Amíg mi tisztában vagyunk az idő múlásával és visszatudunk emlékezni különböző eseményekre a múltunkból, illetve a jövőre is gondolunk, a kutyák inkább összekapcsolnak bizonyos dolgokat. Ők szagokat, hangokat és tevékenységeket kötnek össze az agyukban, ezzel mérve az időt. Minden apró részletet megfigyelnek, így akár egy bizonyos hang vagy dallam is elég lehet arra, hogy tudják, itt az ideje például az evésnek vagy a sétának. Az állatok is rendelkeznek biológiai órával, és valószínűleg a nappalok és az éjszakák változásával is tisztában vannak, de ez mégse ugyanaz, mint ahogy mi emberek órákban mérjük a napokat. 2011-ben két svéd kutató arra a következtetésre jutott, hogy a kutyák nagyjából tisztában vannak azzal, hogy mennyi ideig vagyunk távol, amikor elmegyünk otthonról. Azt is megállapították, hogy az időérzékük körülbelül 2 órás intervallumra terjed ki. Fél óra és 2 óra között még képesek különbséget tenni, de ez a leghosszabb, amit érzékelnek. A svéd tanulmány is azt bizonyítja, hogy a kutyák is rendelkeznek időérzékkel, valamint hogy az is számít, hogy az ember mennyi ideig van távol. Minél hosszabb ez az idő, annál valószínűbb, hogy a kutyánk izgatottan üdvözöl minket, amikor hazaérünk. Létezik egy olyan feltevés is, ami azt mondja, hogy a kutyák az orruk segítségével követik az idő múlását, mivel az illatunk akkor a legerősebb, amikor elhagyjuk a lakást, és napközben fokozatosan tűnik el. Mivel a kutyák nem képesek minden olyan érzelem kifejezésére, amire az emberek igen, így például bűnbánatot se tudnak érezni. Sőt, ha valami rosszat csinálnak és nagy tágra nyílt szemekkel néznek ránk, lehet, hogy egy kicsit szégyellik magukat, de a bűnbánat akkor se jön elő. A kutyák egyszerűen így reagálnak arra, hogyha leszídjuk őket. Alexandra Horowitz szerint, aki a New York-i Barnard Egyetem egyik dolgozója, minden kutya szégyeli magát, ha leszídják valamiért. Ami még érdekesebb az az, hogy azok a kutyák, akiket hibásan vádolnak meg, úgy tűnik általában még inkább szégyellik magukat. Viszont ez az érzelem távolról se egyenlő a bűnbánattal. Még ha néha azt is gondolod, hogy a kutyák nem túl eszes teremtmények, az Amerikai Pszichológiai Egyesület bebizonyította, hogy igazából nagyon is okosak. Egy kutatásuk kimutatta, hogy a kutyák igazából egy 2 éves gyerek szintjét is elérhetik tudásban. Az 5 legokosabb kutyafajta közé sorolható a pudli, a német juhász, a golden retriever, a dobberman és nem meglepő módon a border collie, amely az első helyen áll. A kutyák nagyjából 250 szó és gesztus megértésére képesek, sőt még egyszerű matematikai feladványokat is meg tudnak oldani. Emellett még azt is értik, hogy mi az az igazságosság. Ha elgondolkodtatod már, hogy miért nem teljesíti néha a kutyád az utasításaidat, akkor valószínűleg ez lehet rá a válasz. Ha már megszokták, hogy jutalmat kapnak egy bizonyos tevékenységért, vagy tudják, hogy ugyanazért egy másik kutyát általában megjutalmaznak, akkor valószínűleg enélkül nem fognak együttműködni. Tudtátok, hogy ugyanúgy, ahogy az embereket, a kutyákat is meg lehet különböztetni egyetlen lenyomat segítségével? A kutyák orrán apró vonalak találhatók, amik mintákat alkotnak hasonlóan az emberi új lenyomathoz. Ez azt jelenti, hogy ez minden kutyánál más és más, tehát ez az úgynevezett orrlenyomat jó módszer lehet az azonosításukra. Mivel a nyakörvek vagy névvel ellátott kiegészítők könnyen elveszhetnek, talán ez lehet a legjobb és legpontosabb azonosítási módszer a csipen kívül. Egy pár helyen már alkalmazzák is ezt a technikát, például az USA egyes államaiban és Kanadában is. Sőt, a kanadai Kennel Clubnál ez a fajta módszer a kutyák azonosítására már 1938 óta elfogadott. Kutatások azt bizonyítják, hogy az emberek és a kutyák barátsága nagyjából 30 ezer éve kezdődött. Ez a szoros barátság a mai háziasított kutyák elődeivel, a farkasokkal kezdett kialakulni a jégkorszak idején, amikor a vadászok elkezdték megszelídíteni őket. A kutatások azt mutatják, hogy a kutyák sokkal magabiztosabbak a gazdájuk mellett, mint bárki mással, amikor éppen felfedezni indulnak.
Ezen kívül, amikor megérzik az illatunkat, az egy azonnali érzelmi reakciót vált ki belőlük. A szag aktiválja a kutyák agyának jutalmazó központját, így már tudjuk, hogy miért örülnek nekünk annyira, amikor meglátnak. Ezek alapján is jogos, a kutya az ember legjobb barátja kifejezés. A Guinness Rekordok könyve szerint a szaluki vagy más néven a perzsa agár a világ legősibb kutyafajtája, ami nagyjából 5000 éve van jelen, ahogy a sok bizonyíték is alátámasztja, például régi szobrok vagy sírfestmények. Ez a kutyafajta feltehetőleg egy jemeni városról, Szalukról kapta a nevét. A Közel-Keleten nagyra értékelt állatok voltak, főként a hihetetlen sebességük és a kiváló vadászképességük miatt. Együtt utaztak a nomádokkal, akik gazella és egyéb zsákmányvadászatára használták őket, sőt, megosztották velük a szállásukat és az ételüket is. Olyan nagyra becsült állatok voltak, hogy az arabok tenyésztették is és nemesként emlegették őket. Emellett a muszlim vallásban a szaluki az egyetlen kutyafajta, amit tisztának tekintenek. Az egyiptomi nemesek számára is nagyon értékes állatok voltak, akár azt is mondhatnánk, hogy ők voltak Egyiptom királyi kutyái. Hasonlóképpen a fontos emberekhez a szalukikat is sokszor mumifikálták haláluk után, ezzel mutatva ki irántuk érzett tiszteletüket. Európába a 12. században terjedtek el a hadjáratokról visszatérő katonák által, és itt is nagy népszerűségnek örvendtek. A szaluki kutyafajta tenyésztésére egy program is elindult, miután az 1800-as évek végén elértek Angliába. A Szaluki Tenyész Klubot 1923-ban alapították, de az 1930-as évekre egyre csökkent a népszerűségük, sőt a II. Világháború ideje alatt a tenyésztésük is majdnem teljesen leállt. Manapság viszont újra kezd el terjedni az emberek körében ez a különleges kutyafaj. Az emberekkel ellentétben a kutyák nem csak a látásukra hagyatkoznak a tájékozódás során. A kutyafélék számára a szaglás is nagyon fontos, hiszen ők sokkal inkább hagyatkoznak az orrukra, mint arra, hogy mit látnak éppen. Az ő orrukban nagyjából 100 millió érzékelő receptor található, amely azért jóval több annál a 6 milliónál, amivel mi emberek rendelkezünk. Az agynak szagokért felelős része is 40-szer nagyobb a kutyáknál hozzánk képest, ezért a szaglásuk 1000-szer vagy akár 10000-szer is jobb lehet, mint a miénk. Ez részben egy járulékos szaglószernek, a Jacobson-szernek is köszönhető, ami az orrüregben található. A felső metsző fogak mögött a szájhoz kapcsolódik és kimondottan a kémiai kommunikációt segíti elő. A szaglás nagyon fontos a kutyafajták számára, és az orruk akkor működik a legjobban, hogyha nedves, hiszen az illatrészecskék jobban ragadnak a nedves felületekhez. Mivel a kutyáknak ilyen érzékeny szaglásuk van, ez sok területen hasznosnak bizonyul az emberek számára is. Vannak olyan kutyák, akiket arra képeznek ki, hogy robbanószereket és kábítószereket szagoljanak ki, de emellett például az egészségügyben is nagyon sokat tudnak segíteni. A kutyák ugyanis képesek arra, hogy vírusokat, fertőzéseket és akár még a rák jeleit is kiszagolják az embereken. Sok más betegséghez hasonlóan a rák bizonyos nyomokat hagy az emberen és az emberi váladékban. Kutatások azt bizonyítják, hogy a kutyák ennek több formáját is képesek azonosítani, ugyanis a fertőzött sejtek hozzák létre és bocsátják ki ezeket a szagnyomokat. Fajtától függően a kutyák bőr, lehelet, vizelet, izzadság vagy székret alapján is képesek azonosítani a betegségeket. Ha pedig külön ki vannak képezve, akkor ezt jelezni is tudják az emberek számára. A társaságon és szereteten kívül, amit a kutyák adnak nekünk, sok más miatt is hálásak lehetünk nekik. Ott vannak például a rendőrkutyák vagy a terápiás kutyák, akiknek sokat köszönhetünk. Emellett vízimentő kutyák is léteznek, például az olasz parti őrséggel dolgozó újfunlandiak, akik évente több mint 3000 ember életét mentik meg. Ezek a kutyák imádják a vizet és inkább játékként tekintenek a munkájukra még úgy is, hogy ez nagy felelősséggel jár. A nyugodt természetük igazából ideálissá teszi őket erre a stresszes munkára. A vízimentő kutyák egy 3 éves képzésen mennek keresztül, amikor gyakorolják a vízbefutást, vagy éppen az, hogy maradjanak fent a víz felszínén a kimentendő emberekkel együtt. Ezen kívül egy speciális bóját is követniük kell, ami önműködően megy a bajba jutott emberek után, és vissza is megy a partra, elkerülve a nagyobb áramlásokat. Mi emberek két szemhéjjal rendelkezünk, de ahogy az sok más állatra is jellemző, a kutyáknál is megfigyelhető egy harmadik szemhéj. Ez a szemük sarkában található meg az alsó és a felső szemhéj alatt, amelyek eltakarják a szemet, amikor pislognak, vagy éppen becsukják azt. Ha már észrevetted, hogy van egy kis hártya, ami részben eltakarja a kutyák szemét, de nem tudtál rájönni, hogy mire való, akkor most elárulom neked. Ezzel a plusz szemhéjjal, ami csökevényes harmadik szemhéjként ismert, el tudják takarni a félszemüket, és így képesek megvédeni azt.
Más állatok viszont, például a hüllők és a cápák arra is képesek, hogy az egész szemüket eltakarják, és így megvédjék ezzel a harmadik szemhéjjal. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legfrissebb tartalmakról.